B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket, sok nőtársammal együtt, a számomra is az anyasággal együtt kerek a világ. De vajon mit jelent jó anyának lenni? Ezt az anyák napja közeletével, az anyák napja apropóján kérdezem meg olyan vendégektől, akik abszolút autentikusak ebben a témában, hiszen maguk is édesanyák. És akkor már is mondom, hogy kik ők. Velem szemben dr. Mangó Gabriella, házi orvos, természetgyógyász, 7 gyermekes anyuka, gratulálok, Gabi, ez nem semmi. Mellette Ivancsics Ilona, színésznő, szintén édesanya, és Szalai Kriszta, színésznő, rendező, nem fogok mindent felsorolni, nálad is kihagytam, hogy társulatalapító. Köszönöm szépen, 3 gyerekes édesanya. Azzal kezdtem ugye, és azt akartam így valahogy körbejárni, hogy milyen jó anyának lenni, de már igazándiból azt mondom, hogy nem is ezt a kérdést teszem fel, mert hogy szerintem tökéletes anya a Földön nincsen, meg nem is lesz, hanem inkább azt arra kellene törekedni, ezt én mondom, aztán ti elmondjátok, hogy mit gondoltok, hogy esetleg elég jó anyák legyünk. Ti mire törekedtek? Gabi, vagy Ilona, nekem mindegy, hogy ki kezdjen. Én azt gondolom, hogy mindannyian arra törekszünk, mert mindenki, hogy jó anyák legyünk. Aztán, hogy azok voltunk-e, azt majd eldönti az idő, de hát természetesen, hogy hát legalábbis a többség törekszik arra, nem mondom, hogy mindenki. Nekem az, hogy anya lehessek, ugye elhatároztam a főiskola után, hogy 30 éves korom alatt nekem biztos, hogy lesz gyermekem, és 29 év, majdnem 30 éves lettem, amikor megszületett a Bence fiam, és hogyha tehát akkor megvolt egy terv, amit te megvalósítottál. Igen, megvalósítottam, és a mai napig, ha megkérdezik tőlem, hogy életem legboldogabb pillanata mi volt, amikor sírtam az örömtől és a boldogságtól, az volt, amikor megszületett a gyermekem. Tehát ez így marad. Nekem egy gyermekem van, csak... De azt gondolom, hogy enélkül nem is tudnám elképzelni az életem. Gabi, te a 7 gyerekkel, ami neked egy energiabombának kell lenni, mert azért, hogyha az ember végig gondolja, hogy valakinek van egy szakmája, és nem is akármilyen hivatása, mert a házi orvosságot nem lehet így félváról csinálni. És mindig faluban voltam házi orvos, képzeld el, amíg a gyerekek kicsik voltak. Tehát az azt jelentette, hogy én nem eshettem ki a munkából. Úgyhogy szoptatás rendelés. Volt jó háttered, Gabi, segítséget volt egy kellett néni, legyen. Akit fölvettünk, aha, tulajdonképpen az én fizetésemért vigyázott a gyerekekre, mindig bejelentett munkahely volt. És pont azért, hogyha az én gyerekem beteg volt, nem tudtam otthon maradni vele, mert mindig vártak a betegek a rendelőben. És azért persze igyekeztem úgy intézni, hogyha lehet, akkor minél többet otthon legyek, meg azért ott legyek napi szinten is, olyankor is mindig az életükben, reggel 5-kor főztem, hogy legyen kaja, hogy otthon van, tehát hogy is amit lehetett mindent, de azért bizony az az idő még az volt, amikor reggel 7-től szombat reggel 7-ig ügyeltem, én voltam az ügyeletes is, engem rángattak, volt, hogy a gyereket is vittem a kocsiba, mert nem tudtam éppen kire bízni, úgyhogy a férjem elment reggel dolgozni, a gyerekek összeszedése, tanulás velük, figyelés rájuk, az mind. Szerencsére nem egyszerre voltak. A 7 gyereket? Nem egyszerre voltak 7 éves, tehát egyszerre kicsik. A legnehezebb az volt, amikor 2 gyerekem között 1 év 2 hét volt, akkor az szinte ikrekként nőttek föl, tehát azt mondtam, hogy na ez úgy, az úgy igen. De úgy voltam vele, mindig kérdezik, hogy miért ennyi. Örültem volna, ha több. Tehát, hogy most mondhatnám azt, hogy a kicsi lányom után gondoltam még arra, hogy kellene mennyi még... Mennyi idős a kicsi lányod? 14 éves. És most 7-es. Tehát, hogy azt gondoltam, nyilván gyerekeimnek mondtam, hogy mindegyikőtöket vártam, és egyikőtöket se terveztem. Valahogy az életem így alakult. De amikor már ott van egy kis élet, és akkor itt beszélgethetnénk abortusz témam és egyéb, csak az elkanyarodna az anyák napjától, és ez egy olyan szép tiszta dolog, mert egy anyaság... Maradjunk ennél a szép tisztánál. Az anyaságnál ott mindig... Amikor jön egy gyerek, valahogy az életed háttérbe szorul, és a gyereked az előtérbe kerül, és lemondással, az anyaság lemondással jár, az anyaság azzal jár, hogy éjszaka felkelsz hozzá, hát pláne, az anyaság azzal, hogy ápolod, amikor még rád, kicsi.
Kicsi, abszolút maga tehetetlen. Tényleg, én emlékszem rá, hogy amíg nekem két gyerekem van, és én emlékszem rá, hogy, hogy egész egyszerűen, ugye tudjátok, hát minimum fél évet nem alszol, tehát és akkor éjszakázol velük, és az volt a legnagyobb boldogság, amikor az anyukám azt mondta, hogy feljem le a tejet, és majd aludj már egy éjszakát, és majd akkor ő segít. És hát egy éjszakát végig aludni, akinek kicsi gyereke van, az pontosan tudja, hogy mit jelent. Kriszta, te hogyan, mert azért a te hivatásod is egész embert igényelhet, tehát az ember ugye elgondolkodik rajta, hogy egy színésznő, aki mellette ír, rendez és még 2000 dolgot csinál, hogy vállal be, nagyon jó, de hogy mondja azt, hogy én három gyerek mellett is kibontom magamat. Én már középiskolában azt mondtam, hogy három gyermeket szeretnék. Nekem volt egy ilyen családmodell, és aztán a Tónival, férjemmel, Cserna Antallal, aki szintén színész. Igen, negyedikes voltam, én ő már végzett színész volt, és akkor volt egy izgatott napunk, hogy valamit akarok mondani majd éjszaka, ha végre találkozunk a minden után, és ő is azt mondta, hogy gyerek, és ő is ezt mondta, hogy három gyerek, és akkor onnantól fogva mi tudatosan elkezdtünk készülődni, és nem érdekelt, hogy mi lesz. Tehát többen kérdezték, hogy és a karrier, mert én akkor már mondtam, hogy gyerek, és így retkedtem a föld fölött, miközben ugye nem tudtam még, hogy hova fogok szerződni, mi lesz velem. És én hál' Istennek, hogy nem gondolkoztam. Szóval annyiban, igen, én is beállok ebbe a sorba, hogy a következő életemben, vagy ha visszacsinálnám, akkor én sok-sok gyereket vállalnék. Miközben iszonyat logisztika volt az életünk. Tehát mindent csinálni, megteremteni a lakhatást, megteremteni a szakmai lényeges dolgokat, tehát ez, és a gyerekekre ezerrel figyelni, tehát nekem nem volt babysitterem, hogy mindent velük, az nagyon kemény. Volt elképzelésetek, vagy valamilyen elképzelésetek az anyukátok, vagy a nagymamáitok elbeszéléséből a tekintetben, hogy milyen lehet az anyaság, hogy mire számíthatok, és akkor ehhez képest mi volt maga a valóság? Nekem a női ág az nagyon-nagyon erős személyiségek voltak, és én nagyon a példaképeim is voltak, de az, hogy ott a pici gyerekkel mit kell, én tudom, a remegett kezem, lábam, az Jézus Mária, de hát ez egy csodálatos érzés volt, de nem tudtam, és hát sajnos én édesanyámat elveszítettem a gyerekem születése után, tehát nekem egy nagyon nehéz időszakom volt, de hát mindent meg kellett tanulni, igen, meg hát olvasni, bújni a könyveket. Melyik könyv volt akkor, amit írt? Igen. Volt olyan igen. érzésed, hogy úristen, ez a kis lény, ez most már ezentúl mindig itt lesz. Igen. Nem, tehát ez egy akkora, hogy rászakad az ember, nem? Érdekes, hogy pici falat, nem? És akkor ez mindig, nem. Ez a gyerek, ez az ember, ez mindig itt lesz, holott nem. Tehát ez a legrosszabb, amikor már nem. Igen, és ugye a kapcsolat elején, tehát amikor ők picik, akkor ugye olyanok, mint egy tiszta tábla, tehát ott a tabula rasa, és alapvetően mi a szülők írjuk őket tele. És ugye egy darabig most lehet, hogy rosszul fogalmazok, de hát te vagy a főnök, mert az értékrendjét te alakítod ki. És az nagyon nehéz, amikor kiröppen, amikor felnő, felfogni, hogy mostantól nem én irányítom, én már csak a tanácsadó vagyok. Nem? Ez olyan érdekes, hogy azt mondod, hogy az értékrendet azt te alakított ki. Nyilvánvaló, hogy szerintem ez egy annyira kölcsönhatás a gyerekkel. Szerintem a gyerek az mindig alakít a szülőn. Hát utána át is nevel engem meg egy csomó mindent. Én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb tanítómesterem a szüleim és a két gyerekem. Mert én mind a kettőtől tanultam valamit. Az egyiktől a szabadság tiszteletét, a fiam, és a lányomtól meg a spiritualizmus szeretetét. Tehát, hogy mind a kettő olyasmit rakott be az életembe, ami nem volt ott addig. Annyira emlékszem, amikor mentem haza a Vígszínházból, akkor pályakezdőként ott voltam, és úgy azon voltam, hogy iszonyú fáradt vagyok, nagyon sok trauma ért a színházban, olyan, amire én nem is számítottam, hogy engem hogy fognak majd rakosgatni, tehát én ott egy kis ember vagyok, egy semmibe vett ember, és közben hazamegyek, és nekem valakinek kell lennem, és annyira beugrottak a gyerekkori élmények, meg a filmek, az alkoholista szülőkről, apukáról, aki ütiveri a családját, ugye, és úgy azon
voltam, hogy így belépek, nekem mosolyognom kell, és hogy én nem vihetem haza a bármilyen fájdalmamat, nekem ott nagyon jelentősnek kell lennem, és csak a gyerekemből kiindulni, és csak belőle táplálkozni, az ő szépségéből, az ő csodájából. Sikerült ezt mindig megtenned? Kaviát megy műsorvezetőbe, mindenképpen úgyhogy lassan csalálok, és kimegy. Belőlük táplálkoztam abszolút, de nagyon sokat hibáztam. Én tökéletes szerettem volna lenni, vagy azt gondoltam, én nem a Spoktól tanultam, hanem én eleve óvonőképzőbe jártam 4 évig, tanítóképzőbe. Azt gondoltam, hogy bennem van, és tudom, mert hogy szeretem a gyerekeket. És aztán úgy elkezdték a gyerekek rám olvasni, hogy mama, ez az, amaz, nem tudom, én is mondtam, bocsánat, először voltam szülő, először voltam egy gyerekes, először voltam 2 gyerekes, először voltam 3 generációnak a mamája, és így jártunk. Azért egy valamit a te sztoridhoz én mindenképpen hozzátennék, mert hogy ahhoz már eleget találkoztunk, hogy én ezt tudjam, hogy a te lányod, Lili, ugye különböző sérülésekkel született, tehát ahogy leírtad, megmondtad, hogy tikkes volt, hogy folyamatosan rázta a fejét, hogy egyensúlyzavar. Igen, meg hogy cikázott a szeme, ilyeneket, tehát hogy hát szóval, hogy így volt elég sok gondod vele, és hogy meg is kaptad a diagnózist, hogy ez a gyerek ez értelmi fogyatékos igen, lesz. Vagy meg fog halni, igen. És ha nem te lennél, akkor lehet, hogy más sorsa lett volna ennek a szép lánynak, mert láttam a fotót, és nagyon szép lány, de miután te egy ilyen küzdő típus vagy, és egy ilyen megoldó ember, te elkezdted hordani jobbra-balra, és az összes alternatív lehetőséget, amit nyilván Gabi tud értékelni, hiszen ő házi orvos és természetgyógyász, tehát a kineziológiától a pránanadia talpmasszázsa, te tudod még, hogy mi mindent vettél igénybe, és a lányod ma utolérte a kortársait. Igen, 12 éves korára körülbelül, igen, hát színésznő lett, igen. Igen, tehát ez egy nagy sikerélmény nekünk. Jó, azért légy szíves ezt a tanulási szakasz. Ne így 2 mondattal vesd oda, hanem hogyha, ha azért arról mesélnél, hogy alakul az ki valakibe, mert szerintem ez nagyon nagy küzdés kell, hogy nekem azt mondja egy orvos, akiről azt gondolom, hogy igen, ért hozzá, és ez egy diagnózis, hogy azt mondom, hogy nem értek el, én megoldom. Nem tudtam, hogy mit kell megoldani, azt tudtam 30 évesen, vigyázba kellett állnom a Víg Színházban, tehát akkor a szülőágyon is vigyázban álltam, és bemutatót tartott rajtam a főorvos, tehát a saját kezével feszített, burkot repesztett, mindent, tehát ott én többször majdnem elájultam, de tudtam, hogy ott kell lennem, és aztán egyedül hagytak, mert elmentek a 30 hospitáló orvos tanonccal megbeszélni, hogy mire képes az ember lámlám, és én ezt szóval akkor volt annyi ösztönöm, hál' Istennek, akkor jól működtem, akkor is, hogy lemásztam az ágyról, mert tudtam, hogy a gravitáció. Tehát, hogy viszont kineziológia 9 éves korában mondta ki, hogy 17 percre beszorult a szülőcsatornába. Tehát okoztak neki azzal, hogy egyedül hagytak már sérülést. Mármint, hogy a Lili mondta ki? Nem, a kineziológus. Ja, a kineziológus, most ki mondta ki? Vittem mindenhová, és a kineziológus így örület volt, hogy így kijött a 9 éves gyerekem a kineziológustól, és mondta, hogy mama, miért nem mondtad, hogy 17 percre beszorultam a szülőcsatornába? És mondom, mert nem tudtam. És még akkor se kapcsoltam, hogy az orvos okozta a mi tragédiánkat, illetve nem, tehát a mi életutunkat, és ami még az én fejlődésem volt, és az ösztönöm jól működött, hogy le akarták gyógyszerezni. És kérdeztem, hogy mi van, ha legyógyszerezzük? Nem tudják. Mi van, ha nem adok neki? Aha. Azt se tudják. Akkor nem adok neki. És én elkezdtem hordani fejlesztésekre, mindenfélére. És azt tudtam, és ennek köszönhetően írtam egy színdarabot is, hogy feladatot kapunk, nem problémát. A 8. napom. Igen, és én akkor ezt feladatnak éltem meg, és mentem, mint a gép. De nem sírtam, mert kiszáradtak a könnyeim, a hajam viszont kihullott. Szóval kemény volt. És akkor kemény valószínűleg volt. Akkor kattant be neked, hogy neked dolgod az, hogy te segíts a sérült gyerekeknek, és akkor jött ez a Down-kóros kisfiúról szóló. És hogy merjek beszélni erről, igen. Mert a dolgok igen. Azért történnek velünk, hogy aztán megosszuk, hogy akkor tanítsunk másokat is, vagy segítsünk. Gabi, gondolom, hogy mondjuk a végeredmény magáért beszél, de hát nyilván te is azt
úgy vélet, hogy nagyon jól tette, hogy nem állt meg az akadémikus orvoslásnál. Kriszta? Azt hiszem, hogy én nem szeretem ezeket, amikor jósolnak, tudod? Tehát az orvos átment jósba. 2 hónapja van, aha, 3 hónapja van. Igen. Mert ezt a beteg hazaviszi. És ott, tehát azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent az, hogy mit gondol a beteg önmagáról, mit gondolnak az emberek önmagukról. Erre van egy olyan példám, nem tudom, hát ez nem az anyák napjához kapcsolódik, volt egy bácsikám, fönt laktak a 4. emeleten, 80 fölött volt, felesége, reumás, panaszos, a bácsi csináltott mindent, főzött, mosott, takarított, lement az ABC-be, stb. Elment, elvitték szívultrahangra, nem Gyöngyös környékén, máshová, ott azt mondták, hogy annyira rossz a szív, hogy ezt meg kellene műteni. Így van, tehát tudjuk. Nem a gyöngyösi kollégák, meg kell műteni. És a család összeül, de valószínűleg ott maradna a műtőasztalon, és azt mondták, hogy hát ők nem tennék ennek ki a papát, hát ameddig él, él. Papa másnapra leesett a lábáról, már vécére alig tudott a végén kimenni, feküdt, nem mert mozogni, nem kapott rendesen levegőt. Úgy döntöttek, hogy ők ezt nem bírják tovább nézni, elviszik föl Budapestre egy országos intézetbe, nézzék meg azt, hogy mi van a papával, és műtsék meg, legyen, aminek lenni kell. És mondták nekik, hogy hát nem tudják, mit néztek ultrahangon, de ez egyáltalán nem olyan ez az ultrahang, mint amit itt leírnak. A papának nincs olyan, van baja, de nincs olyan nagy baja, nincs mit műteni rajta. Papa hazament, másnap lement az ábit. Igen. Tehát, hogyha ha a betegek, bármilyen nehéz a probléma, hogyha te bízol abban, hogy ebből van kiút. Babi, ez az önmagát beteljesítő jóslat, hogy én azt mondom neked, hogy tehát meg fogsz halni, fantasztikus dolog, hogy meg fogsz halni. Hogy valamit, és nem kell, lehet, hogy egy hét múlva mindannyian meghalunk, hát nem tudható. Hát, kimegyek innen, ki tud, senki nem tudja, mennyi van megírva. Nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz helyzet, amikor tudja valaki, hogy ő olyan helyzetben van, hogy akár életveszélyben, vagy egy olyan betegsége van, aminek nem kiszolgáltatottja lesz. De ha azt mondja, hogy csak egy napra gondolok előre, és az egy napot próbálom úgy megélni, megtervezni, hogy ezt én irányítom, akkor azt a kiszolgáltatottságot, amiben belekerül, azt rögtön le tudja győzni, és ez egy fantasztikus dolog szerintem, és ez egy akkora életerőt ad, és egy akkora energiát, amitől utána már lehet támadni, lehet fölfelé menni, lehet előrelépni, és nem az van, hogy beleszorulsz a saját kiszolgáltatottságodba, mert az elvisz. Igen, ez is nagyon jó volt, amit most elmondtál, én bevallom neked, hogy én abba az irányba szerettelek volna tolni, hogy ugye te idézőjelbe téve nem csak házi orvos vagy, hanem természetgyógyász is. Tehát, hogy a számodra az alternatív dolgok, az alternatív technikák és módszerek nagyon fontosak. És nyilván a saját praxisodban akkor, amikor nem tudsz eljutni oda, ahova szeretnél, idézőjelbe téve hagyományos orvoslással, akkor gondolom, hogy ezeket a praktikákat, amikre Krisztina épített, te is segítségül hívod. Alapvetően az a baj, hogy az alternatív gyógyászatnak még nagyon nem tudjuk a normál beszélgetés során se, hogy mik a részei. De én amit kiemelnék belőle talán az, hogy egy olyan fajta gondolkodás, amiben, hogyha valahol fáj, mondjuk fáj itt valamit, itt ezen a ponton, vagy fáj itt, ez igen, nagyon sok nőnek fáj. Ez például a nőgyógyászati részeknek a jelzőpontja, a menstruációs problémás. A térdedet? Pont. Most a térd belső részén, itt, ahogy húzott föl. Nézem, hogy mi az. Igen. Vagy van lent olyan akupunktúrás pont, ami lent van a boka alatt, ami például szintén a vesemány meridián keringését, az összekapcsolódás segíti, hogy lehet, hogy egy-egy pont, vagy egy-egy hely, ahol fáj, ott nem találnak semmit. Máshol viszont igen, van. És ha vállam fáj? Ez egy ott lehet egy vastagbél meridiános pont, tehát lehet egy epehólyag meridiános pont, ott nagyon sok minden pont van. Tehát, hogy ez egyfajta gondolkodás, a mikrorendszereknek a gondolkodása, ezen alapul ugye a kézmasszázs, a talpmasszázs, ez mind mikrorendszer, a tehát szeme. Tehát akkor te ilyen holisztikus módon rakod össze a dolgot. Azt gondolom, így van, de nekem ez egy életszemléletet adott, és amúgy is másként szemléltem az életet, mivel egyik szememre nem látok, másikra meg igen, egyik fülemre nem hallok, másikra igen, tök szép a világ, így gyönyörű, hát és ezért talán többet látok, és többet hallok velünk szemben, igen. Úgyhogy, de biztos, hogy ehhez nagyon nagy lelki erő kellett, vagy akár az egy gyerek. Egy gyerekkel van szerintem a lehető legtöbb probléma, hát, mert a legnagyobb féltés. És a legnagyobb féltés, így van. Inkább az, hogy nem oszlik el, hogy akkor most mindig azt mondom, hogy Isten, most akkor 3 vagyunk,
Igen. És egyébként visszamenőleg, amit mondott Kriszta, hogy elhatározta, hogy három, hogyha valamit az életben, persze, ami megtörtént, megtörtént, de hogyha valamit azt mondanám, hogy nem örülök neki, vagy megbántam, akkor az az, hogy csak egy gyereket vállaltam, pontosan azért, mert nekem a hivatásom az mindig egy lépéssel előrébb volt, és mindig úgy alakult a helyzet, na most ezért nem, azért, és aztán utána, mivel egyébként én is egyke vagyok, tehát azért ez már, sőt, édesanyám is az volt, tehát azért nálunk ez egy neked ilyen... Neked volt egy modell, amit te követtél végül. Igen, is. Igen, is egyke mert ebben... Mit mondtál, nem vagy? Én is egyke vagyok. Talán pont ezért akartam kiszakadni. Te is egyke vagy? Szörnyű vagy. Te is egyke vagy? Igen. Én soha nem akartam. Úgy, hát gyereket, de azt, hogy akartam. Fogalmam nem volt róla, hogy 3-1 kerül majd a stúdióban. Igen. De van egy gondolatom, majd utána megkérdezem tőled. Jó. És, miért nem ide illik? Nem, szerintem személyes. Ja, és, akkor és, ezt most és hagyjuk. És egyébként itt az orvoslással kapcsolatban, hogy mennyire hallgassunk az orvosokra, vagy mennyire, és itt mondjuk nekem egy nagyszerű nőgyógyász barát, volt, aki volt egy mondtam bizonyos... Mondtam a Gogobi egyik oldala, hogy hát hallgassunk. Bizonyos történetem, és ő azt mondta nekem egy alkalommal, amikor volt egy problémám, és én jöttem rá, és azt mondta, hogy soha senkire, a legvégén csak magadra, amit te bent érzel, és ezt az orvosom mondta, uh-huh. Mert éreztem, hogy valami nem, de mondta, de rend, minden oké, és mondtam, valami nem. Tehát azért a nők az anyák, hát szóval azért mi valahol egy kis finom hangolással érzel. Érzések, ezek igen, azért nagyon igen. Fontosak. Egyébként, hogyha azt kérem tőletek, sok biztos eszetekbe jut, de azt mondom, hogy egy, valamilyen aranyos, vicces történet, amikor a gyerek vagy a gyerekek kicsik voltak, ami úgy megnevettetett, ami úgy eltért a hétköznapitól, ami olyan ha így visszagondolsz rá, akkor úgy érzed, hogy hát, hogy mekkora örömöt jelentett, és milyen jó pofa volt, és hogy adott esetben még az is benne lehet a kalapban, hogy mondjuk fuldokoltál belőle a röhögéstől, de ezt nem mutathatod abban a szituációban, mert hogy meg kell regulázni valamiért. Szóval valami ilyes mi volt, eszetekbe jut. Azért beszéltem ilyen sokat, és azért futottam rá ilyen sokáig. Hát, gondolkozunk hogy közben. Igen, hogy nekem most, van. Most, nekem na, már tessék. Akkor volt, amikor egészen, de nem mindig én beszélek most, illetve de mások. Figyelj, mondhattad volna az első két szó után, hogy nekin lódjak. Mondtam itt a Krisztának, hogy a Spock könyv, ugye, hogy tanultam meg, hát, hogy édesanyám nem volt segítségem, olyan babysitterek. És ugye azt olvastam, hogy a gyereket nem szabad, hogy velünk aludjon, tehát az ágyban nem, el kell szólni, külön kell, akármi. Na, jó, akkor neki volt egy szoba, és mondtam, Bence, figyelj neked, most már külön kell odni, picike volt, és jó, anyu, aludtam, ugye nagyon sokat játszottam annak az idején a színházban, túl a fáradt voltam, felkelek reggel, a következőt látom, lenézek oldalra, a kis szőnyeg az ágyam mellett, és a fiam ott fekszik lenn a szőnyegen, átjött éjszaka, mert annyira, mert félt azért, és akkor mondom, hogy Jézus Mária, hát nem kízom ezt a szegény gyereket, mert nem mert oda jönni az ágyba. És megmondtad neki, hogy nem lehet, már egyedül kell. Kis szőnyegen ott aludt, mint egy kis újséges kutyus, úgyhogy ez nagyon vicces volt. Mennyi idős volt? Hát pár néhány éves, tehát uh-huh. picike. Uh-huh. Na, akkor elszégyeltem magam, hogy kínozni. De volt, meg gondoskodott. Te, de hát ez fantasztikus gyerek hallott. Ez a Spock vagy... különben. Azt mondta, a gyerek egy éves korában már egyedül tud enni. Képzeljétek el, főztem spenótot, és éppen Orfűn voltam, strandorvos. A 6. év végén lett egy éves a gyerek, és akkor kitettük egy nagy térre a spenóttal, és akkor odaadtuk neki a kanalat, hogy most akkor most egyedül. Gyerekek, ott minden volt. Tehát ez fantasztikus. Na, de te legalább szabad téren próbáltad. Most, ha ezt megpróbálod otthon, akkor már lehet festetni a konyhát és a szobát. Otthon is főztünk, és akkor repült, tudod, volt ilyen habverő, uh-huh. és akkor ott elindította a gépet, mikor a hab rajta volt, hogy minden ilyen vattahabos, vagy nem is tudom, hópelyhesnek aha. tűnt a konyhában, úgyhogy volt egy jó pár ilyen, de ezek annyira, nekem még mindig a legszebb az, amikor a gyerekeim, és nagyon büszke vagyok rá, hogy most már nagyok, de egy hétre, vagy lehet, hogy kettőre is nyáron eljönnek velünk nyaralni. És ez annyira, nekem ez a karácsony, tehát nekem minden egyes aha, kis mozzanatuk, igen. a felnőttségük, amik lettek, uh-huh. és akkor ezért vagyok de hálás, jó. amik lettek, és uh-huh. azt mondhatom, hogy sikerült keveset rontani rajtuk, tudod? Hogy ez valami fantasztikus, ez nagyon, én nagyon hálás vagyok uh-huh. mindegyik
kérés, és ez egy nagy ajándék nekem. Krista, neked ilyen vicces sztori? Én vicceset nem tudok. Tehát most ez, az, ami nekünk vicces, tudod, amikor elkezdik mutogatni, hogy de édesszuk, és lehet, hogy nem annyira cuki az a gyerek, lehet, hogy amit én mondanék nektek, nem olyan vicces, de ami nekünk áldás akkor volt. Akkor mondjál mást, amilyet akarsz, mondja olyat. Na. Nem, ami nekünk áldás volt, akkor is még vígsziháziak voltunk a férjemmel, és láttam, hogy azoknak működik, akik tudod, utána elmennek inni, igen, meg barátkozni. Uh-huh. Én, nekünk meg a hívószó, meg a mágnes, a gyerekek voltak, és elképesztő volt, ahogy ők kis előadásokat csináltak nekünk esténként, és ott ketten ott bohóckodtak, és mi meg ültünk, és úristen, milyen áldott az életünk. Vagy a másik ugyanígy, de nem az volt, hogy itt maradnak egész életünkben. Ezért maradt meg a májatok. Ja, a májunk is megmaradt, igen. Nem, az nekem fantasztikus volt, amikor hazavittük Lulut, tehát a második gyermekünket, és így végig sétáltam az egyik kiságy, másik kiságy, és azt írtam, annyira gazdagok vagyunk, hogy a tartományon én végigmegyek, és nem csak egy ágyhoz. Nem szóval, hogy én nekem inkább egy csomó felemelő élményem van, amit így, meg az is felemelő, hogy most elmondják, hogy mit hibáztam, aztán majd egyszer megírom. Szóval, hogy tanúságképpen, tehát, hogy az is rendben van, minden rendben ti van. Ti egyébként kértetek a gyerekeiktől bocsánatot? Igen. Akkor, amikor azért az emberben ez sajnos előfordul, hogy úgy szól oda, vagy úgy emeli fel a hangját, és utólag rájön, hogy ez nem ennek a szegény gyereknek járt, igen, hanem valami egészen másnak. És akkor ez így egy viszonylag nehéz dolog, de ezt is meg kell tanulni, hogy én a gyerekemtől bocsánatot kérjek. Te is? Én tudtam kérni tőle, most felnőtt korában, de néha elborult az agyam, és akkor Bence nem volt olyan fényes tanuló, és akkor aztán minden repült, és mondtam neki, hogy Bence, ugye nem haragszol, hogy én anyukád milyen volt, mert én szégyellem magam. Na, anyu, jó, tudom, hát ilyen vagy. De igen, igyekeztem. Szégyeltem most már így utólag. Uh-huh. Igen. Az a baj, Gabi, hogy a szülőséget nem tanítják, tudod? És amikor leginkább ilyen esetek vannak, akkor önmagadra vagy mérges valamiért, amit te annak idején nem küzdöttél le magadban, és az a gyereken jön le. És ha tanítanák, de ha úgy állnak a munkahelyeden, és hazamegyek, a gyerekei se tökéletesek. Tehát nagyon sok pszichológusnak van probléma a gyerekével, tehát hogyha úgy veszük a pszichológiát, a tanuljuk is, lehet, hogy alkalmazni nagyon-nagyon nehéz. És szerintem azt mondhatnám, hogy szerintem az anyaság, jegyezzük azért meg, és nem ez lenne az záró mondatom majd, hogy csak úgy lehetünk anyák, ha vannak apák is. Jó, tehát azért egy kicsit köszönjük nekük is azt, hogy anyák lehettünk. Jó? Szívem, tehát az apák napján, jó? Ez az apák napján, de én azért nagyon hálás vagyok azért, persze, hogy a gyerekeim lehettek. De szerintem a szülőség igazából egy nagyon-nagyon mély szeretetre tanít. Mert a feltétel nélküli szeretet, azt talán ott éled meg, igen, leginkább. És hogyha ezt úgy visszagondolsz, mert nagyon jó lenne tudatosabban élni szerintem mindenkinek. Gabi, és hallatlan felelősség szülőnek lenni. Tehát addig, amíg ők kicsik, nagyon sok örömmel jár, de egyszerűen minden másodpercben, én bennem legalábbis, a kötelesség tudat és a felelősség, és a szeretet persze, de ezt a kettőt nem írta felől. Hát benne van a kalapban. Hát igen, és az, hogy mi lesz, mi legyen a gyerekedből, hogy az is egy felelősség, hogy mi fele terelgeted mai világban, amikor ezerféle lehetőség van, és azt se tudja szerencsétlen hova szaladjon, és hogy te vajon meglátod-e, hogy már vagy erőlteted valamilyen irányba, például engem kiskoromban erőltettek, de hát nem az lettem, tanárnak akartak, de hát én színész akartam lenni mindenképpen, tehát hogy meglátod-e azt, hogy miben tudna kiteljesedni. Csak egy kérdés. Azt mondom, hogy csak finoman, de hogy figyelem, tehát hogy nem rohanok, hanem figyelem, és akkor olyan lehetőséget adok meg. És ami nálam a legfontosabb volt, a feltétel nélküli szeretet. Uh-huh. Nekem nagyon-nagyon jó gyerekem van, de sok gond volt vele. És soha egyetlen pillanatban nem volt az, hogy én nem hittem abba, hogy belőled úgyis valami lesz. Mert már itt belül és mi lett belőle? Hát ez én fiam külföldön él, és most divatfotósként dolgozik, és azt teljesen magának építette fel a nulláról azt az életet, amit most elért kint. Azzá kellett legyen. Úgyhogy, igen. Szóba hoztad, hogy édesanyád mást akart, és mást akartál te. Így van. Mármint, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Igen, igen, abszolút. Történet. És akkor erre csatlakozik rá az én kérdésem, hogy
hogy biztos voltak olyan dolgok, voltak, amiket anyukád másképpen csinált, vagy más értékrendet képviselt, vagy másképpen döntött adott kérdésben, mint te. Volt-e olyasmi, amit ebből a modellből nagyon el akartál kerülni, és nagyon úgy voltál vele, hogy ezt én biztosan nem. És aztán meg tudtad-e valósítani ezt én biztosan nem. Nagyon sok mindent biztosan nem akartam, és azt vettem észre az idők folyamán, hogy mindent ugyanúgy csinálok, hogy ez volt a minta, és aztán rájöttem, hogy talán ez mégsem annyira rossz. Igen, igen. Ti ezzel hogy voltatok, Kriszta, Gabi? Engem szabadnak neveltek, tehát hagytak szabadon, még ha ez sokszor nekik kényelmes is volt, és ezért, de én így jól jártam. Tehát a szüleink ugye annak idején reggeltől estig dolgoztak, szombaton is dolgoztak, úgyhogy én iszonyatosan önálló voltam, és felnőtt koromban is ezt teszem, és ugyanezt teszem a gyerekeimmel is. Tehát a fiam például fantasztikus volt, amikor ötödikes volt, és mondta, és én így kezdtem volna hajtani, hogy hát a többiek nagyon jó tanulók, meg tök jó az osztály, és mondta, hogy mama, hagyj legyen jó gyerekkorom. Jaj, de édes. Aztán. Tehát a tanítómester megszólalt, mondom, oké. És aztán nyolcadikban olyan szinten felhozta magát, hogy mindenhova fölvették, tehát amit akart. Úgyhogy ez így teljesen jó, aztán persze a manapság már rám szokott szólni, hogy akkor miért nem hajtottam mégiscsak. De mondom, ennél bölcsebbet, tehát ők abszolút a tanítómestereink. Én szóval nem tudom, tehát mi a kérdés, hogy én csináltam-e mást? Másként csinálta, de tehát volt-e olyan, amiről vagyok. Úgy gondoltad, hogy nem, és aztán másként csináltad, de kiderült, hogy mégis úgy, ahogy elmondta Ilona. Tudatos, én azért tudatos vagyok, meg nagyon önkontrollal működtem. Tehát, hogy igen, most én nem rátok vagyok dühös, de dühös vagyok, bocsi, szóval, hogy, és közben meg kijött. Hogy legyek egyszer a gyereket. Jó, de hát látod, hogy én is hibáztam, szörnyű. Tehát én ezeket így elmondtam nekik, hogy bocsi, most nekem van rossz napom, csak én most ezt nem bírom, tehát ezt a nagy hangzavart, most bocsi, most vegyük lejjebb. Vagy volt olyan, hogy ültünk az asztal körül, és mindenki beszélt. Mert hogy mindenki meg akarta osztani az aznapját, és mondtam, hogy stopp, kezdjünk el egy új életet így vacsoránál, hogy mindenki mondja el a saját történetét. Meg különben, szóval, hogy így, és közben fejlődtünk így együtt. Gabi, te ezzel a szülői házból hozott recept megcsinálom, nem csinálommal, hogy voltál? Én azon gondolkodtam közben, amíg az Ilona beszélt, mert sajnáltam, hogy nem látom a szemből, de a Krisztát pont láttam. Annyi szeretet volt a Kriszta szemében, és annyi az egész világot átölelem. Ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy ez egy annyira női és annyira emberi, fantasztikus, nagyon tetszik. Hogy azon gondolkodtam végig, még ez a témamán. Ti ismeritek egymást, ugye? Nem most találkoztatok ismerjük egymást, nem most találkoztunk össze, de nem találkozunk annyit, amennyit találkozhatnak. Azon gondolkodtam közben, hogy van, amikor van a szülőd, és te gyerek vagy. Ott megvan egy viszony. Igen. És amikor gyereked lesz, hirtelen a kettő közé kerülsz. Vagy egyszerre gyerek, és vagy egyszerre szülő. Szülő. Ez egy annyira érdekes szituáció szerintem, ami szintén egy embernevelő dolog. És nem csak azért, hogy most a sémákat visszük, vagy nem visszük, hanem a saját magad életén, kudarcaidon, sikereiden keresztül, történeteden keresztül, problémáidon keresztül, hirtelen másként kezded nézni a szüleidet is. Hogy ők vajon hogyan élhették meg a te akkori életedet, és szerintem ez a felnőtti válásnak a része. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondom ezzel, hogy akinek nincs gyereke, az nem válik felnőtté, mert ez nem igaz. Csak másként válik felnőtté, így van, de ez valami olyan fantasztikus ajándéka az életnek, ennek a kettőségnek a megélése, hogy talán ebből lesz az anyaság. Mondd, meg akartál szólni. A szüleimet is elkezdtem felnőttként gyereknek látni. Tehát meglátni az ő sérüléseiket, az ő gyerekkorukat, és akkor igyekeztem továbbvinni úgy, hogy már gyógyuljunk együtt, mert azért voltak traumáik elég rendesen így a történelem által. Persze, és hogyha a szüleid elég sokáig veled maradnak, és elég sokáig élnek, akkor azt te is pontosan tudod, én is mindnyájan pontosan tudjuk, hogy elkezdenek ebbe a gyereklétbe visszamenni. Tehát, hogy ahogy múlik az idő, egyre öregebbek és egyre jobban közelednek azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyek a gyerekekre jellemzőek. Ez annyira szép, amit mondasz, és azt hiszem, hogy ez az,
ami az embernek, az életének értelmet ad, hogy az életnek a megbecsülése. Pontosan. És addig, amíg az időseket, meg a gyerekeket, azokat, akik rászorulnak arra, hogy segítsünk nekik, meg tudjuk becsülni, és tudunk nekik segíteni, azt hiszem, hogy addig maradunk emberek. Igen, csak ez olyan fura, Gabi, és most mégiscsak arról beszélünk, ami a témánk, de hát kicsit elkanyarodunk, hogy miközben én bárkivel beszélek, mindenki ugyanazt a kört, vagy ugyanazt a gondolatsort igazolja nekem vissza, hogy ez mennyire fontos, hogy törődj a gyerekeiddel, hogy törődj a szüleiddel, hogy törődj az idősekkel. És ha nagy egész nézem, hogy a társadalom hogyan viselkedik, akkor most nem mondom, hogy mit csinálunk az idősekkel, igen, de legszívesebben egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya szót mondanék. Így van, és ez hát, és bocsánat, akkor így hogy? Ez ugye régen nem így működött, tehát még az én szüleim is az ő szüleiket otthon volt velünk, amikor olyan állapotba kerültek, de hát ma már ugye betesszük az otthonokba a szülőket, mert mondanak, rohanunk. Igen. Én elég sokat dolgoztam roma emberekkel, és roma emberek orvosa is voltam, valahogy mindig összekapcsolódik a sorsunk, és mostanában döbbentem arra rá, mert nagyon sok téma kavarog a fejemben, amiről szeretnék filmet készíteni. Hogy például roma családokból egyetlen egy ember volt, akit szociális otthonba adtak, pedig hát már orvos vagyok 30 éve. Hát más az összetartás. Egyetlen egy család volt, és 3 nap után hazavitték. Tehát nyilvánvaló, hogy másként rendezkedett be a családi struktúrájuk. A gyerekem mondtam annak idején, a gyerekek, ha szociális otthonba adnátok, akkor legyetek kedvesek, hát adjatok valamit, vagy én megoldom. Tehát én nem óhajtok szociális otthonba kerülni, és nem óhajtom a kiszolgáltatottságnak ezt a fokát megélni. És akkor mondta a gyerekem, hogy imádnak, szeretnek én is őket. Anya, és akkor majd hagyjuk ott a munkahelyünket, és akkor mit csináljunk? Hát igen. Mondom, drágám, hát én is gondoltam rá, hogy megszülöm a gyerekeket, aztán van egy otthon, beviszem oda és őket, beadom, látogatom őket, és amikor majd 5-6 évesek lesznek, már járnak iskolába, vagy valamit lehet velük kezdeni, így van, akkor majd hazaviszem őket, amikor már el tudnak menni a hűtőszekrényig, és tudnák csinálni maguknak egy szendvicset. És akkor ugye ezen úgy gondolkodtunk, nem azért, mint hogyha ez lenne a perspektíva, csak igazából, és akkor most ez megint egy másik téma szerintem. Igen, nem menjünk bele. Csinálunk egy másik műsort, jó? Van, csinálunk egy másik amiben műsort, az idősek meg a gyerekek megbecsülését megbeszéljük. Na, én viszont akkor visszakanyarodok oda, hogy próbálkozom. Hogy tudjátok, hogy az anyák napja, mint ünnep, ha már ez itt az apropó, honnan ered? Nem tudom. Nem. Akkor elmondom. Jó, mert hogy, szépen. Ugye, de nagyon röviden, az ókori görögök ünnepelték először, mert hogy ők a Reát, az istenek anyját ünnepelték így, és mellesleg azt a sok-sok édesanyját, aki akkoriban élt. A következő, hogyha megyünk mondjuk a legújabb korba, ugrunk egy nagyot, akkor a Wilson amerikai elnök, ha jól emlékszem, majd kiguglizzátok, ha rossz a dátum, 1914-ben Amerikában május 2. vasárnapját nevezte ki az ünnepnapjává, tehát hogy legyen anyák napja, és ünnepeljük meg az édesanyákat. És ami nálunk, ez szerintem nekem nagyon érdekes volt, hogy egy, és megjegyeztem a hölgy nevét, 1925-ben egy Petri Pál nevű államtitkár, egy Petri Pál felesége, Petri Pálné ment Amerikába nyilván a férjével együtt, és ő Amerikából hozta haza ezt az ünnepséget. Tehát nálunk Magyarországon először 1925 márciusában ünnepelték, majd 1928-ban, mert hogy ezt felkarolta a Vörös Kereszt, és ez nagyon jó pofa, bevezették az iskolai tantervbe, és az iskolákban, és ezt ugye tudjuk, akik mennek óvodába, iskolába, igen. És a jó kis sírós anyák napi ünnepséget végignézed, és természetesen végig is zokogod, mert azért nekünk nőknek vannak érzelmeink. Úgyhogy ennyi a dolog története. És akkor miután ez, ugye május első vasárnapja, ez itt az apropó, hogy mi most erről beszélgessünk. Hát, ehhez, igen? Csak eszembe jutott, amikor... Két gyerekem járt, mondjuk 3 gyerekem járt óvodába, mert 2 éves koruktól már óvodába jártak, és
Általános iskolába járt még másik három, mondjuk 6 gyerek, és akkor képzeld el azt az anyák napi logisztikát. Nem is tudom elképzelni, hogy anyák hogy napi logisztikát. Képzeld, hogy hozzám igazították az óvodák és iskolát, hogy mikor, hol. Magad helyett vagy senkit, nem, ez személyes, ez teljesen személyes. Úgyhogy az a gyerek, aki odaáll egy virággal, és elmondja anyák napján a verset, és nagyon össze-vissza izgulta magát, és ott előttem, hogy vasaljuk az ingét, és szép legyen, és mindent, tehát ezt nem lehet kihagyni. Gabi, én megkérdeztem tőled, amikor kint beszélgettünk, hogy én feltehetek-e neked egy olyan kérdést. Minden kérdést feltehetek. Akkor fölteszem. Maximum nem válaszolok, de fogok. Biztos, jó. Te olyan válaszolós típus vagy, hogy ugye az egyik fiad úgy döntött, hogy ő nő lesz, és meg is történt a nem váltó műtét külföldön. Na most, ha ez velem történik, akkor én a világ legtermészetesebb dolgának tartom, hogy a gyerekemet támogatom abban, amit ő szeretne, és ami az ő harmóniájához, elégedettségéhez, jólétéhez, itt a jó lelket értem a jólét alatt szükséges. És hogyan érintett téged, amikor kiderült, hogy a te fiad az nőként érzi jól magát? Az a helyzet, hogy mindig azt mondtam, hogy 6 fiam van és egy lányom. Nálunk így volt. Most már 5 fiam van és 2 lányom. De nyilván ez nem volt annyira könnyű rögtön az első pillanattól, hogy havaj, happy, minden. Tehát itt azért volt egy gyász. Ezt el kellett gyászolni, ezt az egész történetet, az egész addigi múltunkat, amit gondoltam a családunkról, amit róla gondoltam, amit magamról gondoltam. És azt mondhatom, hogy ez egy nagyon kemény, ez egy jó év volt körülbelül, amikor úgy csinálsz, hogy persze támogatod, persze elfogadod, persze itt vagyunk, persze, ha legyen hova fordulnod. Ő egy nagyon jól kvalifikált életet élt férfiként, és ott hagyja, és nő akar lenni. Hát kicsoda, ez egy értelmetlen dolog. A mai világban férfiből nő akar lenni valaki. És egy nagyon érdekes dolog, hogy az elején, amikor ő fiú volt, akkor is odaáll 25 évesen, hogy ő lány. Tehát, hogy értelen úgy érzed, hogy megzavarodtál, hogy egy olyan dolog történik veled, amiből csak kimenekülni lehet. És 25 évig soha semmit nem tettél észre. Ezt nem lehet feldolgozni, nem lehet megérteni. Nyilván ehhez kellett az, hogy jó sok átsírt éjszaka megváltoztathatatlanba. Nem vetted addig észre? Nem, semmit. Ezt semmit. Tegyenek. Annyi, hogy előtte ő mindent a logika oldaláról közelített meg, de zseni gyerek, tehát ő fizikából, kémiából, informatikából, OKTV első 10-ben, 3-ból benne, apácai külön díj, tehát apácaiban végzett. De ő mindent a logika oldaláról, jó, látszódott rajta, hogy vannak érzelmei, hogyha dühös, ha örül, de nagyon nem beszéltek, ki tudtam mutatni, de nem beszélt nagyon a belső világáról. Volt egy belső tere, amit lezárt. És amikor 25 évesen ezzel előállt, és utána elkezdtünk, persze keresed a hibát, hogy alakult ez így, miért alakult, hogyan lehetne segíteni, neki vissza lehetett csinálni, biztos-e, mert ez olyan dolog, hogy most mikor lesz biztos, igen, akkor lesz biztos, hogyha elkezd szedni női hormonokat, és ő jobban érzi magát a bőrében, amikor nem akar öngyilkos lenni, amikor ő úgy érzi, hogy a testét el tudja fogadni, akkor biztos, és akkor ő boldog. És igen, ha ezt nem kaptam volna, sokkal szegényebb lennék az életben, mert ezt tanított meg arra, hogy mi az igazi szeretet, hogy tök mindegy, te mit vártál, mit gondoltál, hogy tervezted, bizony, mit szerettél volna neki. Az, ami van, ő, az a legfontosabb, és az, ennek az elfogadás, ennek a megélése egy olyan mély utat nyitott meg, ami amúgy is bennem volt. De ezt nagyon köszönöm, én rengeteget tanultam tőle, és épp meséltem, hogy néztük a római vakációt a Audrey Hepburn-nel, tehát Hepburn volt benne, és Zoe-mal néztük a vakációt, és sírtunk együtt, tehát egy női filmet, anya nézzünk már valami romantikusat, itthon volt, néztünk egy női filmet, és akkor utána beszélgetünk, és fogyognak a könnyei, és azt mondja, anya, láttad azokat a finom gesztusokat, az arca, ahogy rezdült, ahogy csak átsuhant egy gondolat az arcán, ezt férfi nem veszi észre. Tehát, hogy azóta a lelki dolgokról, az érzelmekről sokkal-sokkal többet beszélgetünk, és egy nagyon izgalmas személyiség így ő, és nyilvánvaló magyar, és Magyarországon is, ha hazajön. Tehát nálunk én mindig azt mondtam, hogy itthon otthona van. Külföldön él, így van, azért is ér külföldön, mert ott simán sikerült, bement, letelepedési engedélyt kért, ugye a felsőfokú végzettsége van, munkahelye van, de rögtön azonnal kapott egy személyigazolványt arra a névre, amit ő szeretne, ahogy él,
és nincs az, hogy elmegyek pistaként, miniszoknyában kifestve hosszú hajjal, átvenni a postára egy aláírós levelet. Uh-huh. És utána magyarázkodni, hogy hát lehet, hogy pista van ott benne, és a nemem az más, de én nem az vagyok, hanem én ez vagyok. Uh-huh. Miért tartozik ez egy postásra? Te sem mondod el, mikor menstruáltál, te sem elmondod, mikor. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag vannak olyan dolgok, amit azt gondolom, hogy az mindenkinek a magánügye, de elkanyarodtam most, tehát, hogy ő ott tud úgy élni, hogy azt mondja, hogy ez egy élhető élet, amellett, hogy most Magyarországon újra elővették a nem és névváltoztatását, mert neki 3 évig volt benne a minisztériumban, nem volt itt 90 napos határidő, meg 60 napos, ültek rajta, és visszadobták a 33-as törvény után, hogy nem és névváltoztatás nem lehetséges, majd kivágjátok, ha nem mehet, és nem gyakorlatilag visszarakták, utólagosan, visszamenőlegesen, és most ennek a feldolgozása zajlik éppen, és valószínűleg, hogy ezeknek az embereknek, akinek bent volt akkor a nem és névváltoztatása, azok utólag megkapják legalább a nem és névváltoztatást, és azért örülök ennek, mert nagyon sajnálnám, hogyha egy magyar állampolgárral kevesebb lenne. És közben az az őrület, bocsánat, hogy te ezt a hatalmas dolgot ilyen csodálatosan elfogadtad, és ha már anyák napja, vagy szülőségről beszélünk, a szülők simán azt a rossz tanuló a gyerek, érted? Mert nem tud vele dicsekedni, vagy nem tudom, én bandzsa, vagy eláll a füle. Hát téged szóval, ismerve te is ugyanígy elfogadtad volna. Nyilván, csak most mondom, hogy az alap probléma az a szülőségben, hogy az emberek... Hogy mit mutatsz kifelé? Igen, dicsekedni akarnak, meg akarnak nyugodni, hogy a gyerekük az a topon van, meg elfogadja majd mindenki. Tehát neked ez mekkora nagy dolog volt, hogy ezt egy ilyet. Hát, hogy és utána hozzajön, és a szomszédnéninek... Ilyen lélekkel végigcsináltad. Figyelj, nagyon édes volt, bementünk a van, az én gyerekem miniszoknyában, színes ruhában, és egy idős néni, tehát itt az átlagembernek nincsen ezzel problémája. Azt mondja, jaj, de színes egyéniség vagy, de jó rád nézni. Aha. Tök tehát, jó. Hogy ez egy kérdés. Lehet, hogyha saját gyerekénél lenne ilyen probléma, akkor megint másként áll hozzá mindenki, de ez olyan, hogy az embereket, és akkor megint más, és akkor lehet, hogy ez az anyaság, vagy ősanyaság, nevelni kell. Tanítani kell. Persze. Egész életem merre megy rá. Tanítani, nevelni. Most filmeken keresztül. Erről szeretnék különben egy kis filmet. Most készültem el egy hete, 10 napja a számomra végleges utolsó, 4.-5. verziós forgatókönyvvel, ami nagyon letisztult, nagyon tiszta, és ehhez keresünk rendezőt, és mindenféle támogatásunk van már, tehát kaptunk körülbelül 3 millió forintot, emberek adtak hozzá pénzt, ígértek most az egyik nagykövetségről pénzt, másikra pályáztunk, körülbelül olyan 10 millió forintból ezt a filmet ki lehet hozni, és a tisztaságot és szeretetet, és az emberek, mikor megszületünk, mindannyian magányba születünk bele. Ezt az érzést szeretném, hogyha az emberek ezt megértenék, mert csak attól leszünk magánytalanok, hogyha a másikat át tudjuk ölelni. Szavakkal, lélekben. Ezért milyen klassz az anyaság. Mert ott van neked az a puha tejszagú baba, akit, és annál klasszabb dolog nincsen. Igen, ha még ez belefér, nem tudom, hol tartunk időben, hogy nekem az egy fejlődési folyamat volt, hogy én nagyon szerettem volna gyereket, és így toltam a barátaimnak, és aztán így jelezték, hogy stop, és nekem az is egy fejlődési folyamat volt, hogy fogadjam el, hogy egyrészt nem élhetünk egyforma életet. Tehát, hogy én aztán erről leálltam, és szóval, mint anya sem. Nem mentél át népnevelőbe folyamatosan? Nem, mert hogy tényleg nem kell mindenkinek gyermek, nem vállal mindenki felelősséget, nem akar felelősséget vállalni. Annak úgy is lesz. Bőven elég annak a saját élete. Úgyhogy, szóval igen, tehát én már ezt is bőven elfogadtam, és ez is nagyon jó érzés, hogy mindenkinek a saját életét kell. És akkor így a vége felé, mert azért az időérzéked az jó volt, hogy ez még belefér. Mit üzentek? Nem csak azt mondom, hogy azoknak, akik gyereket szeretnének feltétlenül, és abban a korban vannak, hogy ennek van is realitása, hanem úgy általában azoknak a fiataloknak, akiknek az életébe ez beleférhet. Nem fogjuk erőszakosan rábeszélni őket. Ez már tuti. Ezt elmondta Kriszta. Ilona. Hogy beleférhet, tehát akinek még nincs gyermeke. Uh-huh. Igen. Hogyha egy másik gondolatot mondhatnék ehelyett, és akkor a lányok gondolkodnak. Én inkább azt kellett megtanulnom, és ez egy nagyon jó érzés már, hogy amikor az gyerek felnő, azt merjed elengedni.
És én ezt megtanultam, és én nagyon boldog vagyok, hogy ezt az érzést tudom magamban tartani, és én nem szoktam a gyerekemmel naponta beszélni telefonon, se van, amikor mit tudom, hogy 4 hétig nem hív fel. Akkor kiviszem a reptérre, és akkor csak nem is megyek be, és csak visszafordul, és azt mondja, hogy anya, szeretlek. És ez a mondat, aha, ez elég, persze, nem kell több, persze, nem kell több, mert egy fiú az ráadásul ős olyan émelgős, hogy most, de ez, és itt van belül. Tehát, hogy, mert azt látom, hogy sokan nem merik, meg otthon van, meg jaj, marad picsika, tyutyuka, mutyuka, nem. El. És mennyivel szegényebb lennél a nélkül, a mondat nélkül? Így van. Meg így az van. Érzés nélkül. Igen, így van. Tőletek? A Csicsi végszava megvolt. Tietek? Én azt mondom, hogy föl kell feküdni a vízre. Tehát ez az elengedés, hogy engedjük meg a helyzeteket, engedjük bele magunkat a helyzetekbe. Még hogyha sokszor, igen, hát az élet az egy kemény logisztika. Tehát dolgozni, gyereket nevelni, mindent megteremteni, de hogy engedjük, hogy áradjon minden, és akkor minden rendben van. Gabi. Én azt mondanám, hogy a szülőség nem mártírság, hanem öröm. És hogyha ők az örömöt hagyják, hogy az életükben még több legyen, akkor elég bátrak, mert ez nyilván jár azzal is, hogy folyamatosan aggódsz, de azért egy olyan örömöt tud adni, amit el se tudnak képzelni, hogy van a világon. Ha enélkül élik le az igen, életüket. Hát akkor ez volt a végszó. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és én egyébként valóban azt gondolom, hogy teremtsünk az életünkben minél több lehetőséget arra, hogy örömforrásokat találjunk, és bizony a gyerekvállalás, meg a gyerekszülés, meg egy gyerek felnevelése az akárhogy nézem örömforrás. És azért én azzal zárnám, amivel kezdtem, hogy tudnélik, vannak, akiknek a számára úgy kerek a világ, hogy anyává válnak, mi 4-en tuti, hogy azok közé tartozunk, önök pedig majd eldöntik. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.